Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ancora. Rakta Kanta Kaganika Sarva Mandita Satpadam Kalahamsa Kula Prishtam Karadanda Jalasayam. Ebben a mennyi erdőben piros nyakú madarak soksága élt, melyeknek édes hangja a méhek dongásával keveredett. A tavakat tengerni daloló hattyú és erős szárú lótuszvirág díszítette. Látjunk leírás a Kailás hegyről, és Srila Prabhupád azt mondja, hogy itt a földi területen, ami emberek elérnek, olyan, amit még létrehoznak, az nem tudja közelbe se hasonlítva lenni, mint a Kailás. De a Kailás meg közelbe se tud hasonlítva lenni a Krishna völgyhez. Riva, Sisirád és Jámszondar Kígyáj! Mert ez a lelki világ. És a lelki világnak, ami anyagi világban, Bauma Vrindávannak a felfedezésének köszönhető nagy munkájának, az a Sanatan Goszváminak, aki felfedezte először ott, ugye a Vrindávannban, Vrindávant Úr Csaitanya kérésére, és utána Srila Prabhupád elérhetővé tette Vrindávant egész világban. Nem tudom, ki tudja, hogy Kailásra ember nem tud felmenni. A mi testünkkel nem tudjunk oda menni. De nekünk nem is kell oda menni. Nekünk Vrindávanba lehet menni. Srila Prabhupát elérhető tettem. És Sivaram Swami Maharaj kegyéből nem csak elérhető, élhetünk is Vrindávanba. Én nem kell Kailásra menni, sokkal jobb hely, sokkal magasabb, transzcendentális, és beszélünk egy pár szót Sanatan Goszvámiról. Úr Csaitanya, mikor jött le a földre, akkor, mint Krishna mondja Bhagavad Gita-ba, mikor miért jelenik meg Krishna, mit mondja, mit csinál? Ki emlékszik, 4. fejezet. A megfékezés a jámban, a felszabadítása, a igen. Paritrana szadonám, vinásá, cseduskritám, dharma samstapanártaja. Igen. És hát látjuk, Úr Csaitanya nem ölt meg sok démont, erre nem kell, mert Kali Yugába tudjátok, hogy még a félisteneknek se kell büntetni démonokat, mert ezek egymás megölnek. Kali Yugába a félisteneknek könnyebb a dolga, szabadságon vannak, nyaralhatnak, mert emberek megölnek egymást azzal a életmóddal, nem kell háború, csak ez az életmód, ami van, az már önpusztító. Ezért fegyver volt Úr Csaitanyának ez a Hare Krishna mantra éneklése, tanítása, de amúgy, hogyha mi megnézzünk ezt a dharma samstapanártaja, ugye samsta, samstapaka, acsárja, ez mit jelent? Samstapaka. Stapaka? Alapító, igen. Stapaka, építő. Igen. És a dharma samstapaka, aki alapítja dharmát. És védikus írások leírják, hogy ez nem úgy, hogy most valaki reggel felkel Budapesten,
és mondod, na akkor most megalapítom, és nyitja a YouTube, Facebook csatornát, és ő lesz a Dharmasamstapakácsárja, hanem védikus írások megmondják, hogy miből áll, ki tudja, miből áll a dharma felállítása. Mit adott Chaitanya Mahaprabhu? Adta a szentírásokat, ugye? Akkor mit adott még? Hare Krishna mantra, szent nevet, adta Vrindávanát, ez nagyon fontos, és megalapította a Srimad Bhagavatamot. Ezeket adja egy Samstapakácsárja. Nézzünk meg, amikor van Sat Goswami Ashtaka, ott is második dalom, második verszakban, hogyha jól emlékszem. Nána sásztra vincsára nekene ebben a szaddárma szamsztapakam. Ugyanazt csináltak a hat goszvámék. Szaddárma szamsztapakam. Szóval örök dharmát felállították. És akkor ők írták könyveket, ugye? Ők Srimad Bhagavatamhoz fűzték magyarázatokat. Mit csináltak Vrindávana? Felfedeztették, mert Úr Chaitanya küldött. Szóval ők is adtak Vrindávant, utána szent nevet énekeltek, hogy kezdődik a dalom, Krishna kirtana. Krishna utkirtana. Nem úgy, ahogy mi szoktunk énekelni, Hare Krishna, mikor vége, Hare Krishna, vagy most, mikor kint voltok szamádián, bakták, végre találkoztok, lehet híreket gyorsan megosztani, Premamaya Prabhu szegény ott próbálkozott valami, de bakták, hát más utkirtana volt. Krishna kirtana, Krishna utkirtana. Szóval ők adták a Krishna utkirtana, prema, ugye milyen utkirtana, milyen miért voltak lelkesek, az most nem probléma, hogy mi nem vigyenek el, hát mert nincs még prema. Prema amrita, ugye ők tudatok, ambho teljesen el volt merülve a prémába. Szóval ők adták szent nevet, ugyanúgy követik Úr Chaitanyát, mert Úr Chaitanya nem sima szent nevet adott, mert minden Kali Yugában Hare Krishna mantra, vagy mantra, az felszabadítási eszköz, de ez prema utkirtana, prema harinám. Ezt adták a hat goszvámik, prema amrita bonidhi. És őket mindenki szeretett. Ők rendelkezték, hogy énekeljünk itt is reggel Srila Prabhupádnál, hogy mondja az utolsó előtti verszaknak az utolsó sor, hogy megy. Hogy a sásztrák megítnék ennek a tulajdonságokat. Vede gáj, hogy a védek, a gáj megénekelnek, miket? Charita, kerteléseket, a tulajdonságokat, a charita cselekvéseket. A cselekvések tulajdonságok alapján vannak meg énekelve. Így egy tiszta bakta rendelkezik ezekkel a különleges tulajdonságokkal. És ezért itt is mondja, hogy utána beszélek Sanat Goswamiról, vagy Sanatan Goswamiról, de ez érdemes egy mai napon leülni és átolvasni, egy kicsit meditálni a Sat Goswami Ashtakán, mert ez minden hat Goswamira vonatkozik. És mondja, hogy Nana Shastra Vicharkani Prasad Dharma Samstapako, és itt akartam, Dira Dira Janapriya Priya Karo, hogy őket mindenki tisztelte, mindenki szerette. Dira Adira Janapriya Priya, mindenki kedves volt számára, mint a bakták, dírák, mint adírák, démonok. Nem véletlenül ezzel van kapcsolatban egy nagyon jó történet, hogy, mert mi gondoljuk, hát hogy egy démon nem szereti baktákat, mert irigy rá. Hát először miért tisztelnek, utána mondom egy történetet. Ki tudja, miért őket tisztelték? Hat Goswamit, mindenki. Sanatan Prabhu? Hogy? Sanatan Prabhu, kígyá! Nirmatsarana. Igen, mert ők voltak irigység nélkül.
Észrevettétek, hogy nekünk is könnyebb tisztelni olyan baktát, aki nem rendelkezik érettséggel. Vonzó. Igen, nirmatsarana pucsitau. Amikor most nem fogok, mert ha most beszélnék egy Sanatan Goswamiről, akkor hát másfél óra így talán kéne. De ezért fogok ugrálni egy kicsikét ilyen nektárokat, ami hát talán nektárokat, ami egy pár dolgot az ő életéről fogok mesélni. Az egyik, amikor természetesen, hát ki tudja, mikor született meg az évet. Ezer, segítek, 1480, Mohanprabhu ki gyár, 88, de attól megérdemelsz. Igen, 88-ban született, és éltek, mikor már felnőttek voltak, Moragramban. Ki volt akkor a király? Navakhusainsák volt a király, és egyik alkalommal ő gondolta, hogy most én annyira jó vagyok, magáról gondolta Husainsák, hogy ez meg kell örökítenem, mindenki tudja, hogy ilyen tökéletes, mint én, más nincs. Erre kell valamit építeni, hogy mindenki meglátja, akkor tudja, itt van a nagy király, Navakhusainsák, ki... Nem baj, lehet, mert Sanatan Goswamival társul, mert Rupa Goswami, akkor megérdemeli gyájt. Jó, nagyon jó. És akkor megnézem, majd elfelejtettem, ki volt neki a minisztere, ki tudja, itt van nálam, igen, miniszter, Huka, ez volt a neve a miniszternek, és mondta neki, hogy fel fogok építeni egy nagyon szép tornyot, hogy mindenki lásson, hogy én mennyire alázatos vagyok. És akkor a Piru, ez volt a híres abban az időben Samstapaka, vagy a Stapati építész, felépítette neki csodálatos nagy tornyot. Még nem volt befejezve, de Navakhusainsák gondolta, most már meg kell nézni ezt, annyira kívülről nagyon jól néz ki az egész, csodál, ez egy csoda volt. És akkor felmászottak oda, építéssel együtt, a Piruval, megnézte, és azt mondja, Piru, hát nagyon elégedett vagyok. Te ki tudtál fejezni az én tulajdonságaimat, csodálatos, rendkívüli természetemet ebbe a csodálatos tornyába. Most meg fogok téged ezért jutalmazni, és adok neked nem tudom mennyi aranyot. Annyira érintette a szívét a Pirunak, ez a, meg sose látta ilyen lágy szívűnek a Husainsákot, hogy mondta, ú, kedves uram, olyan boldog vagyok, hogy tetszett, tudod, én neked ennél még jobban is tudok építeni. Micsoda? Te nem építettél fel a legjobbat. De ennél jobban tudsz még felépíteni? Hát akkor tanulsz repülni. És személyesen nagyon magas volt, én ledobta. De képzeld el. És akkor meghalt a Piru. Több hónapig vagy évekig óta állt ez a torony befejezetlenül, és nagyon így szúrta a szemét mindig Husainsáknak, hogy nincsen befejezve, és egyik alkalommal mondja a Hukának, gyere, menjünk fel. És akkor felmentek Hukával föl, nézte, de kár, hogy nincsen befejezve ilyen jó kis építmény. És mondja, figyelj, te Huka, menj el Moragramba, és nem tudta befejezni a mondatot, mert a miniszterek, mások jöttek, és valahol hívták valami sürgős, valami intézni való volt, és elment. Huka gondolta, na, megnézte lefele, én leszek a következő. Mert nem tudom, minek megyek Moragramba. Hát, hogyha most nem megyek, akkor nem teljesítettem, azért megöli. Hogyha elmegyek, nem tudom miért, jövök vissza, azért megöli. De akkor legalább húzom az időt. Hát,
nagyon kivult, hát képzeljétek el, hogy most mondják nektek, hogy holnap vagy bármikor megölünk titeket. Azért egy kicsit nincs, elmegy az étvágya is az embernek. Akkor elment Maragrámba. És ott volt a Sanatán Goszvámi, aki nagyon híres, már akkor volt, saját intelligenciával, és látta, jön ez a miniszter, Huka, látja, hogy ez egy királynak egy közeli álló ember, a ruhából megértette, és mondja, ó, jó ember, miért szomorkodsz, mi történik, miért ilyen boldogtalan vagy? És akkor elmesélte, képzeld el, Hussein Sáknak vagyok a miniszterje, azt mondta, hogy menj, és akkor voltunk egy ilyen toronyon, ott beszéltünk, mert az nem volt befejezve, nem is mesélte toronyról igazából, csak mondta, hogy küldte engem, hogy menjek Maragrámba, és nem tudta befejezni, azért nem tudom miért, de jöttem, de nem tudom, mit csinálj. Ne aggódjál, megoldjunk, segítünk neked. Hogy már Maragrámba jöttél, szedd össze egy brigádot, egy kőműves brigádot, aztán menj vissza. Biztos? Próbáld meg. Hát gondoltam, úgy sincs más megválasztás. És akkor érkezik vissza haza egy brigáddal. A huszaság meglátta, azt mondja, Huka, hát hogy? Nem is fejeztem be, mit akarok, és ilyen intelligens vagy, ide hoztál ezt a brigádot, pont azt gondoltam én is, hogy befejezzenek a tornyát. De sose voltál régen ilyen intelligens, sose láttam ilyen, hogy ragyog, fényes intelligenciádat. Tényleg magától rájöttél, vagy segített valaki? És akkor mondta, hát volt egy szádó, aki mondta, mi a megoldás. És akkor Hussein Shah, akár ő Adira, démon, nagyon értékelte rögtön Sanatán Goszváminak az intelligenciát, és mondta, menjetek, gyorsan érte, és akkor hozzátok ide, ő legyen itt a miniszter. És akkor ő lett a miniszterje. Sakar Malik, ez volt a neve. Természetesen oda csatlakozott majd a Rupa Goszvámi, aki volt pénzügyi miniszter, és eléggé jó pénzeket kapták, de Sanatán Goszvámi egész pénzt arra költött, hogy brahmanakat fenntartja, és ahol ő élt a faluban, ott mindig kirtán volt. Felépítette Gupta rejtett Vrindávant, ott volt a Radha Kund, Shyama Kund, és akkor már ott Vrindávanban mindenki élt. Nagyon csodálatos életet élt, és ő azért is felvállalta dolgozni, mert addig legalább baktákat nem fognak bántani, vasnavákat. Így főleg, ahol ő lakott, oda nem ment senki, akkor ott lehetett kirtánozni. Természetesen neki utána sikerült elmenni, amikor most megint kihagyom pár dolgot, Orcsitányának írtak levelet, hát álmába megjelent, utána levelet írtak anyukának a tanácsára. Lényeg a lényeg, hogy elment Orcsitányához. Szerintem most majd, hogyha lesz idő, akkor majd beszélek Orcsitány és Jagannath Puri, de átugrunk egyelőre, és beszélek egy kicsit a Vrindávánról. Mit csinált Vrindávánból a Sanatán Goszvámi? Orcsitány elküldte, mondta ez a misszió, hogy én egyedül nem fogok tudni megcsinálni, fel kell fedezni Vrindávant, mert szádok tudjanak jönni. És akkor elment Vrindávánban Sanatán Goszvámi. Ott élt. Általában ment keresett Radha Kundot, Shyama Kundot, és minden nap ment madukárit kérni. És egyik alkalommal, mikor ment kérni madukárit, háztól házig, megérkezett egy házhoz, a családhoz, és akkor, amikor ment be a házba, akkor láthatott a homokba, porba játszik a gyerek egy másik testvérével, és akkor bejött oda a brámanakhoz, előtte már megírta a Hari Bhakti Vilászt, ki tudja, miről szól a Hari Bhakti Vilászt. Vasnavaknak a viselkedési, minden, hogy kell menni vécére, hogy kell
bármi után egy mantrát mondani. Szóval Kali Yugában, hogyha mi elolvasunk, akkor elszaladunk valami buddhizmusba, ott nem kell semmit csinálni. Nagyon-nagyon sok részlet van, nagyon-nagyon sok szabály. És akkor ő bejött, kapta a kis madukárit, de közben nem értette, mert látta, hogy aki az oltáron van, az ott játszik a porba is. Akkor utána megint jött, leültették ebédelni, akkor megint ez a kisfiú, ami megértette, hogy ez igazából murti. Nem oltáron van, nem ott van felajánlás csengővel minden, hanem le van ültetve a fiájuk előtt, mellette, akkor együtt esznek. Fú, hát ez Sanatan Goswamit, aki megírta ilyen komoly, szigorú szabályokat, nagyon zavarta. Hát ez hogy lehet. És egyik alkalommal, mikor visszajött hozzájuk, és azt mondja, figyeljetek, hát ne haragudjatok, de ti vasnávak vagytok, brámanek vagytok, hogyha a Hari Bhakti Vilászt nem olvastatok, de Pancsarátrát csak olvastatok, nem tudjátok, hogy reggel meg kell fürödni, akkor kell gyapázni, mantrázni, tiszta ruhát kell felvenni, akkor hogy kell bevásárolni, milyen bógát, hogy kell főzni, utána oltár elé kell rakni külön tálcán, nem evősbe, amit saját evősbe ő eszik az Úr, ez mi? Tálcára, oltár előtt, Jási Sirád Hásem, azt mondták, ki, gyáj. És utána ott, mikor így megvan, akkor csengővel kell csengetni. Hát nálatok semmi, se csengő, semmi. Prabhupád képet rakjátok. Szóval, ahogy kell. És akkor, mivel itt nagyon tiszta szivavásnavák voltak, brámanak, akkor ők is lelkiismeretes, nagyon szomorúk voltak, és mondtak, köszönjük szépen, kedves Sanatan Goswami, megmentettél minket a pokoltól, holnaptól ezt csináljunk. És akkor hazament. Akkor hazament, éjszaka, pár nap múlva, kétségbeesve, nagy ilyen tág szemével, a Murti, akinek az a neve, hogy milyen a neve volt? Madan Mohan, megjelenik az államba, teljesen kiábrándulva, és mondja, mit csináltál velem? Mit csináltál? Tudod mi? Tönkretettél az életemet! Ott játszottam a barátommal, a testvéremmel, ameddig anyukánk főzött nekünk, most ott kell állnom egyedül ezen az oltáron, unatkozok, akkor várok, éhes vagyok, anyukám elmegy bevásárolni, fürdik, mantrázik, gajátrizik, a testvérem egyedül játszik, ő is, neki is tönkretettél az életemet, aztán még 10 percet csenget ezzel a csengővel, éhes vagyok. Tönkretette az életemet. Mit csináltál? Miért jöttél utána? Sanatan Goswami reggel felébred, mondta, lehet, hogy nem kellett. És akkor gyorsan ment reggel oda a brámana családhoz, és azt lehódolatot ajánlotta, és alázatosan mondta, kedves brámana, vissza minden, nem kell nektek semmi szabály. Értem a ti kapcsolatokat az Úrral. Nektek már nem kell semmilyen sásztrát követni, csak csináljátok, ahogy csináltatok. És akkor brámana mondta, igen, de én éjszakam egy álom volt, és a Madan Mohan eljött hozzám, és azt mondta nekem, hogy hát nézd, neked itt vagyunk két fiaid. Én vagyok a te fiad, de van neked másik a fiad, ami a te fiad. Ezért szeretnék, hogy egy legyen, maradjon nálatok a ti fiatok, de itt van a Sanatan Goswami, neki nincs gyereke, nincs fiaja. Ezért én szeretnék, hogy én legyek az ő gyereke, ő imádjon engem, adne engem oda neki. És akkor ezt elmesélte Sanatan Goswaminak, és Sanatan Goswami mondta, hát ez nem, én nem tudom elfogadni Madan Mohant. Én nekem nincs semmi. Én néha eszek, néha nem. Én nem tudok neki, nincs templomom, nincs oltárom. Hát végül nem tudta ellenállni, hazavitte, és elment a Dvadásádi Titila, ez a kis dombocska ott a Yamuna parton. A fá, az az oltár volt, a fáknak az ágába rakta Madan Mohant.
Ez a Madan Mohan őt állította be Krishnának a dédunokája, úgy hívták? Vajranath Maharaj, igen. Ez nagyon régi istenség volt, és akkor ott imádta a Sanatan Goswami őt. Hát tudjuk, hogyan volt neki kis liszt néha kapott, kis fűszerezés, Vrindavan por, berakta ezt tűzbe, néha csak a napra, és akkor ezt etette, közben írta könyveket. És akkor egyik nap Madan Mohan mondja neki, legalább kis sót nem lehet, mert olyan finom, mit csinálnak, pici sót legalább. És Sanatan Goswami mondja, aha, most egy kis sót, holnap több fűszer, utána menjek, vegyek valami zöldséget, utána még fogsz mondani, építsek egy templomot. Nem. Tudod, nekem nem ez a szolgálatom. Mert ha ezt fogok csinálni, akkor csak egész reggeltől estig szaladgálni fogok itt a Vrindavanban, hogy pudzsázok neked, de ki fog missziót végezni, mit kaptam Chaitanya Mahaprabhutól. Tudod, hogyha kell neked só, már nagyfiú vagy, szerez magadnak. Hát nem volt más esélye Madan Mohannak, mint elkezdeni menedzselni az életét. És pont ott a Yamunán haladott egy hajó, ami Agrából ment Maturába sót eladni. És Madan Mohan csinálta egy kis, megbeszélt a saját energiákkal, hogy most elrendezéseket kell tenni, és beakadta, hogy mondják magyarul, minak a zátonyon. Hát igen, ráment a seki vízre. És akkor ott nagy, erős matrózok voltak, mentek, próbáltak valamit lemozdítani a hajót, de nem sikerült semmit. Akkor a fő üzletember, bizniszmen elment faluba kérni segítséget. De hát ott falusok, bridzsbászik, az ilyen nagyon vékonyok voltak. És mondta, hát nézd, mi nem tudjuk segíteni, de itt van egy nagy szent, itt ezen a dombon, Dvadásáditi Tílán, ő tud segíteni. Hogyha őt alázatosan megkérhet, akkor igen. És akkor oda ment hozzá, és mondta, hogy ez történik, nem tudjunk mit csinálni. És akkor Sanatan Goswami mondja, hát én egy koldus vagyok, én nem, nincs se erőm, de itt van, Madan Mohan, menj hozzá, kéritek, ő a főnök. Madan Mohan már pont várt, amikor már jön hozzá, és akkor oda ment, egy kicsit imádkozott hozzá, és amikor imádkozott, abban a pillanatban a Yamuna tele lett a vízzel, és lejött a sekéről a hajó. Nagyon boldog volt a árus, és gondolta, ez egy nyilvánvaló, hogy ez csinálta Madan Mohan, és nagyon lelkes volt, akkor elment a Maturába, eladta sok sót, rengeteg sót, nagyon jó pénzt kapott, visszakérdezte, ja, még ott, mikor mielőtt elment, akkor mondta, hogy mit szeretné, bármennyi adomány kérjétek tőlem. A Sanatan Goswaminak mondta, hogy Murtinak mit adjak. Csak egy kis sót adjál neki. És akkor adta sót, jó sokat, de visszafele jött, mondta, én nagyon boldog vagyok, hogy ilyen komoly Madan Mohan Murtid van, és akkor felépítette ezt a szép templomot ott a Dvadasáditi Télen, ami mai napig ott van, lehet látni ezt a szép helyet. Ilyen kapcsolatban volt Sanatan Goswami Madan Mohannal, Úr Chaitanyával is, de most már csak egy-két percünk van, semmi nem fér be történet, de lehetne akkor javasolni, elolvasni. Ma nagyon szép ez a Sanatan Goswami Ashtaka, hihetetlen jó, és akkor így nem sietve, lassacskán meditálva, akkor kapunk sok-sok áldást ettől a dalamról és meditációtól a kedves Sanatan Goswamira. Akkor még a zárójelen Sanatan Goswamikat próbáljuk együtt felsorolni. Akkor ki a fő volt? Rupa,
Sanatana. Hogy? Bhakta Bataragunát, Sri Jiva Goswami, Gopal Bhatta Goswami, ha? Raghunath Das Goswami, igen. Olyan bátoratlanak vagytok, mint én. Igen, ők a hat Goswamik, és minden haton részt vették Úr Csitánya misszióban, Vrindávanban, azért is mondjuk Vrindávannak a hat Goswamija. Akkor rajtok, hogyha próbáljunk meditálni, amikor van egy kis időt, akkor maximális hasznát fogunk kapni, főleg mivel ők nagy szolgálatot végeztek Úr Csitányának és Rádisámnak, akkor így Rádisám és Gornatarácsnak a elégedettségébe is tudjunk kedvébe járni, hogyha meditáljunk a bensőséges szolgákon. Rendben, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Kérdések, ahogy szoktunk Facebookon, YouTube-on. És akkor Sisi Radha Shyama Sundar ki jaj, Shad Goswami ki jaj, Srila Prabhupada ki jaj, Nitai Gaura Premanande, Hari Bol. Gaura Bhakta Vrinda ki jaj.